ezt a rendkívül érzékeny színreakcióját láthattuk. Na most tudjuk, hogy ez egy poliszaharid, alfa-D-glükóz egységekből épül föl, hasonlít az állati, illetve a gombák sejtjében található glikogénre, csak az sűrűbben elágazik, mármint ugye az amilopektinnél. Ebben kemény többen van elágazás nélküli molekula is, az amilóz. És próbáljuk bebizonyítani azt, hogy a keményítő alfa-D-glükóz egységekből épül fel. Mert hogyha én megpróbálok elvégezni egy Fehling reakciót a keményítővel, akkor az nem fog sikerülni. A Fehling reakció most már jöhetnek a szénhidrátok. Először is elkészítjük a reakció elegyet, itt láthatjuk az egyenletet, ugye a Fehling egy oldat, az részulfát oldat, amelyet a Fehling 2 oldattal, amely egy ilyen tartarátos, lúgos oldat, reagáltatni. Erre azért van szükség, hogy komplex formában az oldatban maradjon a rész, ugyanis először, amikor hozzáadjuk a Fehling 2 reagást, akkor egy ilyen kékes-fehér színű csapadék keletkezik, ez részhidroxid csapadék, és ezt addig kell adagolni a Fehling 2-t, amíg ez a szép mélykék színű komplex, ez meg nem jelenik, és stabilan meg nem marad. És utána már lehet egy picikét megfelezni, mondjuk ebbe a kémcsőbe. Jó, ezt félretesszük, és akkor ezzel pedig a keményítőt fogom megpróbálni kimutatni. Na most, ha a reakció pozitív, akkor ezt mindjárt megmutatjuk, egy olyan átalakulás tapasztalható, ahol a kezdetben sárga színű, ugye, csapadék a végén téla vörössé fog válni. Tehát ennek a keményítőnek így ebben a formában nem szabad adnia ezt a reakciót. Viszont akkor, hogyha savval fogjuk főzni, akkor hidrolizálni lehet. Tehát, hogyha eddig nem jelent meg ez az illető vörös színű csapadék, akkor nem is nagyon várható. És akkor most hidrolizáljuk a keményítőt. Ez nem az, ez martózónak. És hogy itt lehet látni, hogy ugye körülbelül egy-másfél ónyi keményítő oldatot adunk hozzá, és ahhoz kerül sósav oldat,
hódot kerüljön bele. És hát ezt óvatosan kell elvégeznünk, hiszen ugye forró savas oldatról lesz szó. Azt viszont az előző egyenletből is láthatjuk, hogy a redukciós próbák azok lúgos közegben mennek, tehát hogyha én most sósavval hidrolizálok, akkor indikátor mellett, fenolftalen indikátor mellett be kell lúgosítsam az oldat, és csak utána fogok tudni elvégezni vele a féling próbát. Óvatosan kell elvégeznünk, mert ugye a keményítő oldat viszkózusabb is, és ezért hajlamos arra, hogy kifröccsenjen a kémcsőből. Igyekszünk azért forrásban tartani egy darabig, hogy földaraboljuk. Na most, hogy pontosan mekkora részekre darabolódik föl, lesz benne maltózis, lesz benne glükózis, nekünk ugye mind a kettő megfelelő, hiszen mind a kettő redukáló cukorként fog működni. Cikét visszahűtjük. Ezt az oldatot. És hogy miért redukáló típusúak ezek a cukrok, de itt ez az illető glikozidos hidroxid csoportja a maltóznak, ami szabadon maradt, és emiatt ugye az aldehideknek egy jellegzetes kimutatási reakciója ez, hogy a láncvégi oxo csoport, vagy hát formé csoport nagyon könnyen tovább oxidálódik karboxid csoporttá enyhe körülmények között, és aki ilyet tartalmaz a nyílt láncú verzióban, molekula verzióban, az fogja mutatni a kimutatási próbát, aki pedig nem tartalmaz ilyet, mint például a szaharóz, róla be fogjuk bizonyítani, hogy nem redukáló típusú cukor, hiszen ugye mind a két egység, az alfa-D glükóz egység és a beta-D fruktóz egység is pontosan a glikozidos hidroxid csoportjával készíti el azt az ételkötést, és így nem marad nekik olyan jellegű csoportjuk, amivel ezt a kimutatási próbát végre tudnák hajtani. A fruktóz egyébként is érdekes ebből a szempontból, hiszen ő nem alda, hanem ketohexóz, és elméletileg nem lenne neki szabad mutatni ezeket a próbákat, és azért mutatja, mert a lúgos közegben a glükózzá izomerizálódik, tehát ő neki a konstitúciós izomerje, és ezt a folyamatot ő ugye végrehajtja. Hogyan tudom tovább hogyan tudjuk tovább itt van? Itt a lehetettem. Aztán, hogyha letesszük egy picikét, és hagyjuk, hogy leülepedjen az aljára a csapadék, akkor szintén jól fog látszani. Hopp! Ez már egy kicsit sok volt neki. Jó, tehát itt lehet látni ezt a pozitív próbát.